30 millió forinttal támogatta a külhoni magyarok anyaországi gyógyulását az állam az elmúlt évben. A határon túli magyarok a Szabolcs megyei kórházakban is gyógyulhatnak támogatással, de sokan akár fizetnek is diagnosztikai vizsgálatokért és sebészeti beavatkozásokért. Keveset még köhög. Apetit. Eszik, csak nem iszik. Ez a másfél éves kisfiú 745 grammal született. Kora szület volt, légzési, nyelési problémákkal sokat járt a orvoshoz otthon, Kárpátalján, de a gyerek állapota nem javult. Az édesanyja úgy gondolta, a kisvárdai kórházat választja inkább. Ott nem tudok ilyen gyerek segíteni. Ő nem tud, ez gyerek nem is akart, hogy mondtak, hogy gyerek fog meghalni, és azért ide jöttem, és itt nekem és gyerek él, és gondolom, hogy minden jó. A kisfiú légzési problémái megszűntek, és a gyermekrehabilitációs mozgásfejlesztésnek köszönhetően egyre mozgékonyabb is. A kisvárdai kórházban nem egyedi az eset. A határon túli kisgyermekek gyógyítása mindennapos az intézményben, és a szülészeti osztályon is mindig vannak Ukrajnából érkező kismamák. A kisvárdai kórházban a szülészet jól felszerelt. A baba a mamával lehet az első perctől kezdve, ezért is szeretnének itt szülni a külhoni anyukák. A sürgős eseteket a kórházaknak kötelessége ellátni, de a külföldi betegek vizsgálatokért, sebészeti beavatkozásokért is felkeresik a magyar kórházakat, és kifizetik az ellátást, kivéve ha tajkártyájuk van. Kárpátaljáról azért naponta biztos, hogy 3-5, mit tudom én, hurutosabb szezonban vagy több, a kórház szerte, most nem a gyerekosztályról van szó, kórházunkban jelentkeznek betegek ellátásra, egyrészt sürgősségi ellátásra, ez mindig kiszámíthatatlan, hanem ez aktuális, illetve van, aki eleve a gyógykezelését, vagy a kivizsgálását, diagnosztikus vizsgálatokat kórházunkban szeretné elvégeztetni. Amennyiben a beteg nem rendelkezik tajkártyával, és nem sürgősségi ellátást kér, akkor ő kórházunkat, mint fizetőbeteg keresi fel. Ez azt jelenti, hogy minden egyes munkahely, tehát osztály, részleg pontosan elmondja az egyes általunk elvégzett vizsgálatért, beavatkozásért milyen tarifát kérünk, azt nem mi kérjük, hanem kórházunk pénztárába befizeti. Ez a tarifa nagyjából kongruál megegyezik a társadalombiztosítás által a kórháznak finanszírozott összeggel. Köszöntöm a stúdióban Hegyi Henriket, a Kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház újdonsült igazgatóját. Gratulálok a megbízásához. Folytassuk akkor talán a külföldi betegellátással. Mennyire jelentős a külföldiek betegellátása a kórház működésében, illetve a gazdasági szempontból ez milyen erős láb? Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy a kórháznak az alaptevékenységében, a beteggyógyításban az a betegkör a meghatározó, akik Magyarországon élnek. A földrajzi elhelyezkedésünk, a határmentiségünk mutatja azt, hogy vannak, akik traumatológiai, illetve sürgősségi esetek miatt keresik fel a kórházunkat, és vannak olyanok, akik pedig már adott orvoshoz jönnek. Itt a kiemelt szakmák gyermekgyógyászata, szülészet, sebészet, és ott pedig már előre megbeszélt ellátások vannak, és ami nekünk szerencsés, és azt hiszem a kórház gyógyító színvonalát mutatja, hogy célzottan meghatározott orvoshoz kötődnek ezek a betegek, és hozzájönnek, illetve ezeknek az orvosoknak a hírét már viszik határon túlra, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy az a kórházi egyensúlyt, ami ma Magyarországon egy elég nehéz dolog, tudjuk tartani, és egyenesben működjön a kórház. Milyen örökséget kapott a Felső-Szabolcsi Kórházban? Jót is, és nehezet is. Amikor a kórházban a főigazgatói széket, posztot megkaptam, akkor összehívtam egy összdolgozói értekezletet, és én két dolgot kértem a munkatársaimtól, az egyiket tőlük, hogy azt a magas színvonalú gyógyító tevékenységet, amit eddig is folytattak, azt legyen továbbra is így. A másik cél pedig magam felé fogalmaztam meg, 800 embernek, 800 munkatársamnak egy stabil, biztonságos munkahelyet kell megteremtenem, és a nehézség pedig az, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztés történt a kórházban, új MR, új CT-berendezések, érkeztek új röntgenberendezések, ezeknek az újabb befogadása, a szakmai munkának az elindítása, ezek már rám várnak, és ez a következő időszaknak meghatározza a feladatait. Hogyan pozícionálja magát a Felső-Szabolcsi Kórház a megyebeteg ellátásában? Azt gondolom, hogy
Két nagy pólusa van az egészségügyi ellátásnak Szabolcs megyében, a megyei kórház, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház és TAK kórházai, illetve a Kisvárdai kórház. Látszik az, hogy kinek mi a feladata, tehát mi tudjuk, hogy egy területi városi kórház szintjén mit kell csinálnunk, meddig terjed a kompetenciánk, és mi az, ami már nem hozzánk tartozik, és mi az, amit már a megyei kórháznak át kell adnunk. Milyen együttműködésekben tud gondolkodni a kórház? Nagyon fontos, az előbbi mondatból következik, ma reggel már főigazgatónál voltam a megyei kórházban, és egyeztettünk arról, hogy gördülékeny szakmai munka történjen a két kórház között. Az átadott és az átvett betegeknek az életét szeretnénk megkönnyíteni, könnyebbé tenni, például azzal, hogyha onkológiai eseteknek az ellátásáról van szó, akkor a leletet már át tudjuk adni elektronikus úton, és az itt működő onkotímeknek a munkáját segítsük, vagy ugyanez a pulmonológiai betegek esetében. Is, tehát itt megyén belül ez, ami lényeges és egy nagyon fontos cél számunkra. A másik pedig a holnapi napon fogok a Debrecen Egyetemen Ádány professzornővel találkozni, ott pedig a minőségfejlesztés, egészségfejlesztés témakörében beszélünk, hogy a kórháznak legyen egy olyan háttere, a Debrecen Egyetem, ami további munkánkat egy kicsit tudományos oldalról is tudná segíteni, és tudnánk majd továbbfejlődni a későbbiekben. Ezek szerint szeretnének nyitni a lakosság felé egészségfejlesztés területén? Mindenképpen elsődleges. A kórházakat általában már akkor keresik fel a betegek, amikor már ténylegesen betegek. A Kisvárdai Kórház egy kis tudásközpontként, egy rendszerintegrátorként szeretném maga mögé befogadni azokat a háziorvosokat, akik a területünkön működnek, és rajtuk keresztül megszólítani a lakosságot, hogy azok a megbetegedési, halálozási mutatók, amik most jellemzik Szabolcs megyénket, a térségünket, azok végre kezdjenek el javulni, és a kórház ebben is szerepet szeretne vállalni, amiben az egyetemnek a munkája majd fog minket segíteni és támogatni. Országos probléma az orvos és ápoló hiány. Kisvárdán mi a helyzet? Kisvárda speciális helyzetben van, nagyon határszélen vagyunk. Én azt gondolom, hogy amikor átnéztem a személyügyi anyagokat, 65 orvosnak a nevével találkoztam. Alapvetően minden területünk jól ellátott orvosokkal és szakorvosokkal. Ennek az a jövendő feladata majd, hogy rezidenseket csábítsunk magunkhoz, és egy olyan életpályamodellt tudjunk nekik nyújtani, amivel azt gondolják, hogy Kisvárdán folyamatosan és hosszú távon tudnak majd dolgozni, illetve ugyanezt a szakdolgozói részen is majd meg kell tenni. A Kisvárdai Kórház nem oktató kórház, ezért mi gyakorlatilag a piacról meg kell, hogy vegyük a munkatársainkat ebbe az értelembe, de nagyon fontos, hogy a normális fizetés mellett tudjunk egy olyan közösséget teremteni számukra, amivel mindenki, minden munkatársunk szívesen dolgozik a kórházon belül. De azt gondolom, hogy ezek azok a célok, ami következő időszaknak a feladatait ki fogják jelölni számomra. Milyen hosszú távú fejlesztésekben gondolkodnak, vagy egyáltalán eljutott-e már idáig gondolatban, hiszen elsődleges feladat természetesen a stabil működtetés. Igen, két irányt látok magam előtt. Az egyik az úgynevezett soft, tehát egy lágyabb pályázati lehetőség, ahol az oktatásra helyezzük a képzés, a munkatársak képzésére a hangsúlyt. A másik pedig vannak olyan területek még, ahol fejlesztések szükségesek. Ez például a krónikus osztályunknak az elavult épülete, ahol már gyakorlatilag a betegellátás nagyon körülményes és problémás. Azt gondolom, hogy itt kellene mindenképpen majd lépnünk, és a következő időszakban egy új épületnek a felépítésében gondolkodunk, illetve az energetikai fejlesztések sem utolsó területet képeznek a kórházban, amelyek majd hosszú távon pedig a gazdaságos működésünket fogják támogatni. Igazgató úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm.